sziasztok! Elsősorban leszeretném szögezni azt, hogy amit olvashattatok a címben, az nem clickbait. Nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy megtegyem-e, vagy se. Nagyon sok érv volt amellett, hogy megtegyem, és amellett is, hogy ne. Őszinte leszek, szeretnék úgy kiállni az emberek elé, hogy függetlenül attól, hogy 150 vagy 150 ezer feliratkozója van az embernek, ezt bárki megtehesse, el tudja magát határozni rá. De valahogy mégis ott van bennem az a félsz, hogy ezt nem biztos, hogy kellene. Úgyhogy, bocsánat, egy picikét átgondolom ezt az egészet, mert én egy picit kiszellőztetem a fejemet, és utána leülök vissza. Más országokban talán nincs annyi szenny, mint itt. Biztos mindenhol vannak olyan csatornák, ahol ugyanennyi a mocsok, de egyszerűen kilátástalannak érzem. És ha nekem kell ezt az egész letörlést meglépni ahhoz, hogy lássák az emberek, hogy lássák, hogy milyen mocskot csinálnak, hogy hogyan viselkednek, és hogy egyszerűen csak átlépnek rajta ahelyett, hogy mondjuk a kezükbe vennék az irányítást, akkor tudjátok mit? Akkor legyen. Most pedig meg szeretnék tenni egy történelmi lépést, itt előttetek, letörlöm a csatornát. Te milyen koszos vagy? Nincs gazdád? Hihetetlen. Neked nincsenek feliratkozóid? Ez borzalmas. Hát ez hihetetlen. Hosszú volt a tél, ugye? Látszik. Hát tiszta keszos vagy. Hát nincs ki megtakarítson. Látod, senki nem figyel rád oda a mai világba. Eszméletlen. Mindenki így átgázol, átlép rajtad. Na mindegy. Jaj, itt van egy kis zúzmadara. Ho-ho. Jaj, szerencse Fortuna levél lóhere. Na majd ide ültetek Liliumot. Így. Szép lesz. Na, szép lettél. Ne aggódjatok, a csatorna megmarad, viszont változik. Új videósorozatok, több nevetés és több zenével kapcsolatos tartalom. Na meg talán kevesebb nyák. Ne felejtsd el bekapcsolni a harangot, hogy minden videó eljusson hozzád.